És itt is van már velem Aradvári László, a Magyar Nemzeti Tánc Együttes menedzsere. Szeretettel köszöntöm. Jó reggelt kívánok. És a kezemben pedig itt van a program, ami már tartalmazza ugye a nyári időszakot is, amely a fő szezon, a nyári szezon már elkezdődött a Magyar Nemzeti Tánc Együttes életében. Mivel? Így van, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Júliusban kezdődött ugye a nyarunk nekünk is. Egy erdélyi turnéra indultunk a Magyarság háza szervezésében. Három előadásunk volt Madéfalván, Gyergyóremetén és Székelyudvarhelyen. Egy fantasztikus turnén voltunk túl, mindenhol teltház várta a nézőket. A Kárpátok visszhangja című műsorral érkeztünk, és tényleg ez egy kulturális feltöltődés mellett egy lelki feltöltődés is volt, hiszen mindig hatalmas öröm, hogyha a határon túli magyarságnak táncolhat az együttesünk. Ez újonnan felépített műsor volt, vagy olyan, amihez már régebb róla? Nem, ez egy régebb óta repertoáron levő műsorunk, ez egy folklór műsor, egy folklór válogatás, a Kárpát-medence magyar táncait mutatjuk be, úgyhogy ez egy rendkívül színes előadás, amit egyébként majd a nyáron is fogunk adni, de most ebben még nem mennék bele, hiszen történt egy másik nagy esemény is az együttesünk életébe. Június legvégén, július 1-én a Magyar Nemzeti Tánc Együttes nyitotta meg a Szegedi Szabadtéri Játékokat egy vadonatúj előadással. Zsurávszki Zoltán és Zsé Vince Zsuzsa az együttesünk vezetőinek az alkotása. Szabadság, szerelem, Petőfi a vitéz, ez volt a címe, hiszen ugye jövőre lesz Petőfi Sándor születésének a 200. éves évfordulója, úgyhogy a rendkívül híres és közkedvelt magyar költőről szólt az előadásunk. Hogyan fogadta a közönség? Hát fantasztikusan nagy sikere volt, két előadásunk is volt. Ugye azt tudni kell, hogy ez a szegedi nyári játékok, ez a legnagyobb magyarországi nyitott szabadtéri színpad, tehát egy gyakorlatilag 4000 fős nézőtér van, ezt megtölteni kétszer, az nem kis munka volt, úgyhogy több ezer ember fogadta hatalmas sikerrel ezt az előadást. Ugye sajátos a műsor felépítésében a Magyar Nemzeti Tánc Együttesnek a tematikussága, hogy ugye vannak a folkrom műsorok, ezeket az előbb megbeszéltük, élő táncarchívum, tematikus műsorok, még a kalandos táncjátékok során, vagy az ifjúsági műsorok, tehát mindenkit igyekeznek megcélozni. Például a fiatalokat idén nyáron mivel vonják be? Idén-nyáron, hát a folklór kedvelőknek tudnám mondani, ugye ez a Kárpátok visszhangja című műsorunkat, amivel 5 előadásunk is lesz. Dunaföldvár, Balatonakali, aztán Mezőkövesd, Jászberény, és már most vasárnap Budapesten is találkozhatnak velünk a Nemzeti Táncszínház szervezésében, a Millenáris Parkban fogjuk adni a Kárpátok visszhangja műsort. De a fiatalokat például nagyon tudnám ajánlani, és a családosoknak is, a Tenkes kapitányát, ami aztán tényleg egy mindenki számára ismert témát dolgoz fel. Ugye a magyar televízióban még a 60-as években ez a sorozat volt egyedül talán látható, és ez dolgozta föl a Magyar Nemzeti Tánc Együttes Zsurávszki Zoltán és Zsé Vince Zsuzsának ugye a munkájával, az alkotásával, és ezt két alkalommal is fogjuk adni. Nekem nagyon fontos volt, hogy nagy helyszínekre is elvigyük ezt az előadást. Augusztusban majd Nyíregyházán lesz a szabadtéri helyszínen, Sóstói Falu Múzeumban, de ami még nagyon érdekes, hogy július 26-án itt Budapesten, a Budai Várban, a Várkert Bazár Öntőház udvarában fogjuk előadni, ami gyakorlatilag egy ilyen épített környezet, tehát ezt a Tenkes kapitánya várát, ez a Siklósi vár, egy ilyen várkörnyezetben lesz látható, úgyhogy fantasztikusan izgalmas, én nagyon várom ezt az előadást itt Budapesten. A táncegyüttesnek a közössége, vagy a táncosok közössége, mindez a stábtak, ha lehet így fogalmazni, aki közreműködik a táncegyüttesben. Mennyire a kezdetektől fogva, mennyire állandó, mennyire cserélődnek a szereplők, akik már esetleg kikerültek a táncegyüttes közösségéből, mennyire járnak vissza, mennyire élő ez a közösség, és mennyire összetartó a csapat? Én úgy gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Táncegyüttes nagyon összetartó együttes, ugye
ez egy hivatásos együttes, Magyarország legnagyobb létszámú profi együttese. Saját zenekarra. Saját zenekar, több mint 20 pár táncol, nálunk 7 fős zenekarunk van, és hát most lekopognám, de amióta én itt vagyok, már majdnem 6 éve, gyakorlatilag szinte teljesen állandó, néhány változás persze időről időre bekövetkezik, de viszonylag állandó tánckarral dolgozunk, úgyhogy én remélem, hogy a táncosok is szeretnek itt fellépni, hiszen nagyon jó műsoraink vannak, és nagyon jó helyeken lépünk föl, fantasztikus közönség előtt mindig. Én most bízom benne, hogy a nézőinknek meghoztuk a kedvét arra, hogy a Magyar Nemzeti Tánc Együttes soron következő eseményeire vagy programjaira is ellátogassanak. Aki még nem volt ilyen előadáson, vagy nem tudja pontosan, hogy hogy épül fel akár a koreográfia, dramaturgia egy-egy produkció kapcsán, azokat avassuk be abba, hogy milyen vezérfonál alapján teszik össze a műsorokat? Mondjuk, ha a dramaturgiát nézzük, vagy a színpadképeket, vagy az üzenetnek a kommunikációját tekintve. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes az autentikus néptánc kincsen alapul, tehát Zsura is, Zsuzsika is ebből merítkezik, és ez is kerül mindig nálunk színpadra. Nagyon szépek a viseleteink, a zene is, az is mindig autentikus alapokon van, autentikus zene, tehát a Magyar Nemzeti Tánc Együttesnek a műsorára, aki eljön, az ezt az üzenetet fogja kapni, és majd talán hazavinni, majd, hogyha tetszik, akkor vissza is térni valamelyik előadásunkra. Mi a soron következő program, vagy esemény, amelyre most invitálhatjuk a nézőinket? Hát jövő héten, azt még nem mondtam, hogy Tusványosra megyünk 5 párral, ugye most lesz ott ez a fesztivál, és ott fogunk táncolni, ott találkozás a Magyar Nemzeti Tánc Együttes táncosaival, egy ilyen programunk lesz, és egyébként egy augusztus 20-i programot fogunk ott beharangozni, ugyanis augusztus 20-án Kolozsváron lépünk majd föl a Nemzeti Színházzal közösen, a Csíksomlyói Passió előadásunkat adjuk Kolozsváron, ez egy nagyszabású előadás, ugye mi a Nemzeti Színházzal is közösen dolgozunk 3 produkcióba, nagyon jó velük a kapcsolatunk, és ezt fogjuk Tusványoson bemutatni. Még egy előadást viszont szeretnék mindenképpen megemlíteni, ami nyáron lesz, ez a Dracula. És ez is fantasztikus környezetben lesz, hiszen adjuk majd Gyöngyösnek a főterén, egy templom előtt téren, az is nagyon szép lesz, és ami nekem egyébként szívemhez közel áll, Keszthelyen fogjuk előadni, a Kastélyparkba. Tehát nagyon sokat dolgoztam azon, hogy ez létrejöhessen, hiszen itt is egy ilyen épített környezetbe, Dracula várkastélyát bevisszük gyakorlatilag közvetlenül a kastély lábához, és ott is egy fantasztikus háttér előtt tudunk majd színpadra lépni. Keszthely. Most minden szál és minden út Keszthelyre vezet, például televíziónkat is jövő héten, de akkor talán ennyi titkot elárulhatunk a nézőknek, hogy Lászlóval ott is találkozhatnak majd, hiszen a Keszthelyi Mólón is vendégünk lesz. Bízom benne, várom. Aradvári László volt a vendégem, a Magyar Nemzeti Tánc Együttes menedzsere. Köszönöm, hogy itt volt, és találkozunk Keszthelyen. Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok a nézőknek.